ha nem tudnám, hogy ez megint csak képzelődés, akkor most azt kellene hinnem, hogy a mennyországból idehajtottak nekem egy szerepet. Hubay Miklós, a nagyváradi születésű Kossuth Díjas drámaíró, a római karneválban egy megtörtént esetet dolgoz fel Lánci Margitról, aki a II. Világháború előtt a Nemzeti Színház művésze volt. A szerző a tragikus eset kapcsán szól az ember, a művész és a művészet kiszolgáltatottságáról. Közismert, hogy Lánci Margitot a Rákosi korszakban perbe fogták, színésznő helyett szövőnőt gépeltek egyébként a peranyagba, és senki nem gondolkodott el azon, hogy ez a kis elütés azt eredményezte, hogy a művésznőt egy textilgyár ipari titkainak olasz kapcsolatokon keresztüli elárulása miatt több év börtönre ítélték, ami önmagában is egy tébolyult abszurd. Szóval Lánci Margitról szól ez a mű, az ő emléke előtt tiszteleg, és mindenki előtt, aki a kommunista diktatúra áldozata volt ártatlanul. A főszerepet alakító Farkas Ibolya 61 évvel ezelőtt kezdte pályáját. Ez az előadás számára valójában jutalomjáték. Minden színésznő életében vannak mélypontok és vannak csúcsok. Hát az én életemben sokszor volt mélypont. Volt, amikor jogosnak éreztem, és abból rengeteget lehetett tanulni, és volt, amikor bizony övön aluli ütés volt, és ebben az esetben ezt a szerepet, amit most játszom, ugye a Lánci Margit hiteles története alapján íródott darab, az övön aluli ütésekről szól, és ezeket ismerem. A produkció, amely három színház művészeinek együttműködéséből született, a közönség körében határon innen és túl is nagy siker. Ezek a határok, amelyek most meg vannak rajzolva, ezek nem olyan régen lettek megrajzolva, mondjuk 100 évvel ezelőtt, de a mentalitás, a kultúra az ugyanaz. Tehát ugyanazon a nyelven szólalunk meg Délvidéken, ugyanazon Marosvásárhelyen, és itt Kisvárdán és Esztergomban is játszottuk. A fesztivál versenyprogramjában a következő napokban a nézők láthatják többek között az Újvidéki Színház, a Szabadkai Népszínház, valamint a Kassai Tália Színház előadásait. A záróünnepséget szombaton rendezik a Kisvárdai Művészetek Házában, ahol a díjakat is átadják majd a legsikeresebb művészeknek.